Második alkalommal került megrendezésre a cukorbeteg tizenévesek élményterápiás tábora, a Juppi tábor. A Juppi tábormozgalom egyesület rendezvényét ez alkalommal a Maros megyei Vármezőn tartották, ahol jurtákban szállásolták el a táborozókat. Stábunk is ellátogatott a helyszínre, szervezőket, felügyelőket és természetesen a tizenéves résztvevőket szólaltatta meg. A diabétesszel élő gyerekeknek nagyon nehezek a hétköznapjaik, ugyanis ők a betegségük miatt kirekesztve érzik magukat az egészséges társaik közül, ugyanakkor emiatt sokkal magukba zárkózottabbak, visszahúzódottabbak, sokkal gyorsabban felnőtté kell válniuk, mint a korosztályuk, és egy nagyon tudatos életmódot kell folytassanak, amely azt jelenti, hogy étkezésekre nagyon oda kell figyelni, hogy milyen mozgásban vesznek részt, és emiatt nagyon sok mindenből kiszorulnak, amiben a társaik részt vehetnek. És akkor nekünk az a célunk, hogy itt egy olyan biztonságos keretet teremtsünk meg ezeknek a gyerekeknek, ahol ők kibontakozhatnak, olyan dolgokat próbálhatnak ki, amit máshol nem, és ezáltal olyan erőforrásokat fedezhetnek fel önmagukban, amelyek segítik őket abban, hogy a hétköznapi életben nyitottabbakká váljanak, határozottabbak legyenek, és hogy felismerjék azt, hogy ők is élhetnek teljes életet. Vannak olyan gyerekek, akik először vannak táborba, mert amúgy nem igazán engedték el a szüleik, mert hogy nagyon fel kell ügyelni, meg a cukorbetegsége miatt. De úgy gondolom, hogy itt nincs tényleg semmire, amire aggódni, mert itt vannak a dokimanók, itt a dietetikusunk, tehát sőt, sokszor annyira felügyelve vannak, itt vannak a házi manók, meg a menőmanók is, hogy valamikor talán még jobban is odafigyelnek például az étkezésre, mint otthon. Az nekem nagyon tetszik, hogy a fiatalok ennyire, a menőmanok, meg a házimanok ennyire bekapcsolódnak az egészbe, mert tényleg egy nagyon nehéz munka, reggel 7-től este 11-ig állandó program van, állandóan kell valamit szaladni, valamit kell szervezni, ott kell lenni a gyerekekért, és egy nagyon hálás munka is, mert látod, hogy a gyerekek nagyon élvezik, meg olyan kamaszfiúk, akiről azt gondolnád, hogy nem fognak most színészkedni, vagy nem fognak fotózni, vagy nem fognak énekelni, vagy hangszeren játszani, akkor annyira beleélik magukat egy idő után, hogy még úgymond kell szólni, hogy akkor most kell menni cukormérésre, még szívesen maradnának. Ugyanide tartozik az, hogy a kamaszfiúk például a kézi munkát, vagy ilyesmit azt mondják, hogy nem élvezik, de itt például az volt, hogy az ékszer készítés talán ők élvezték a legjobban, szóval ugyanígy a lányok az ilyen sportosabb tevékenységeknél is. Tényleg azt látod, hogy saját magadnak is egy kihívás önkéntesként, hogy itt úgy tudsz lenni reggeltől estig, és ki tudod próbálni magad új helyzetekbe, és úgy gondolom ez a saját fejlődésed is nagyon, nagyon sokat segíti, és meglátsz egy olyan világot, amit nem ismertél eddig, és rájössz, hogy nem feltétlenül az, amit gondoltál, az egy betegségről például, az helytálló vagy helyén való, és másképpen tudsz viszonyulni szerintem azután ugye a világhoz. A pozitív visszacsatolás akár jelszava is lehetne a tábornak. Önkéntesek és a résztvevő gyerekek részéről is egyformán jelen van. A fiatalok élménye, fejlődése egy játékburok peremén zajlik, ahol körkörösen elképzelve egy megteremtett kihívás sikerélményt, majd megerősödést szül. Az állapota miatt otthon többnyire óvott gyerek felfedezi, hogy lényegében a határai jóval tágabbak, mint azt ő elképzelte. Ez a pozitív visszajelzés saját maga felé, a lényege a tábornak. A házi manó, doki vagy menő manóknak pedig azok a pillanatok, amikor látják a gyerekekben ezt a felfedezést. Amikor a tábor egy csendesebb pillanatában visszajelzést kapnak egy-egy fiataltól, akiben az élménytől túlcsordul a szeretet és a felszabadultság. Ilyenkor köszönik meg nekünk, mondják az önkéntesek, és ilyenkor érezzük úgy, hogy megérte munkával itt tölteni a nyári szabadságot. Nem titok, hogy reggeltől estig nagyon fárasztó, de mi sem bizonyítja annál jobban, hogy megéri, mint az, hogy újra itt vagyunk, és jövőre is itt leszünk. Mint a legtöbb cukorbetegén is az orvosomtól hallottam legelőször a táborról. Voltam már itt tavaly is, itt vagyok újra idén is, mivel nagyon tetszett a tavalyi, ugyanolyan jó, hanem még jobb, mint a tavaly, amilyen volt.
Lehetőségünk van lovagolni, jászkodni, falat mászni, kézműveskedni, relaxálni, színészkedni, zenélni, majdnem minden, amit el tudsz képzelni. Mindent. Otthon nem tehetem meg azt, hogy most nekiállok és felmászok a falra. Itt van mászófal, fel tudok rá mászni. Nem kell számolnom a szénhidrátokat, kiszámolják nekem, ez is egy óriási segítség. Mindig szólnak, hogy most inzulin, most cukormérés, ez ugyancsak hatalmas segítség. És a legjobban nekem azt tetszik, hogy mindenki nyitott és nagyon segítőkész, tehát bármilyen problémád van, mindig ott van valaki, aki segít. És mindig mosolyognak rád az emberek. Olyan jók a programok, hogy észre sem veszed, hogy nincs nálad telefon, és nem beszélgethetsz az eddigi barátaiddal, mert itt úgyis sokat szerzel. Ugye a szüleid nem annyira aggódtak egy kicsit, mikor mondtad, hogy szeretné jönni megint, és hogy nincsen telefon, nem hát ellenőrizhetik a kislányokat? Tavaly aggódtak jobban, idén már meg voltak nyugodva, mert tudták, hogy biztos kezekben vagyok. Jól megvan minden szervezve, és nekem nagyon tetszik az egész. Első évben vagy itt? Nem, már voltam itt tavaly is, és amint kiléptem a kapun, eldöntöttem, hogy visszajövök jövőre, hogyha lehet. László Zsuzsa, táborvezetőt köszöntöm a stúdióban. Szervusz, Zsuzsa! Szia! Szerintem mielőtt bármiről is beszélnénk, tisztázni kellene a dokimanó, a házimanó és a menőmanó fogalmát mindazok számára, akik még nem hallottak ilyenekről és nem tudják, hogy mi a szerepük a juppi táborban. Tehát, hogy mi minden esetre nem használjuk azt a szót, hogy felügyelő vagy kísérő, azért, mert ez úgy egy picivel ijesztőbb, meg azon kívül a maga a feladatkör is valamivel másabb, mint ennyi. Ami azt jelenti, hogy a házimanók azok az önkéntesek, akik így mindenhova elkísérik a gyerekeket, gyakorlatilag ők a pótanyuka, apukák, és a menőmanók azok, akik a különböző programokat tartják, tehát az ijászatot, a horgászatot, a kézműves, tehát ők, akik elmagyarázzuk, hogy ezt így csinálod, azt úgy csinálod, illetve a dokimanók azok meg relatíve egyértelmű, hogy ők az egészségügyi csapat, akik pedig a cukrokra vigyáznak. És a tábor az úgy épül fel, ugye, hogy a napi program ideje alatt minden manónak megvan a folyamatos így feladata, van, és van. Szemmel tartják a táborozó gyerekeket. Tehát ezt például úgy kell elképzelni, hogy ha van egy kézműves program, akkor a házi manó elkíséri a gyereket, ott van a gyerekkel, a menő manó magyarázza, hogy mit kell csinálni, hogyha útközben behipózik a gyerek, akkor a házi manó elkíséri a doki manóhoz, aki ott van az orvosiba, de közben tovább megy a program, mert hogy van menő manó, aki tartsa. És ezek a közszájon forgó kifejezések, hogy behipózik, meg ezeket gondolom, hogy minden táborozó simán tudta, miről van szó. Az idén új helyszínen voltatok, és nagyon egyedi ötlet alapján jurtában laktatok. Milyen hozadéka volt mindennek? Hát volt ilyen kis vadon feelingje a dolognak, abból a szempontból is, hogy egyrészt ott voltak a jurták, meg a táborhely végén ott volt a nyárád, ami mindig csobogott, meg erdő, úgyhogy tehát így nagyon élvezték az önkéntesek is, meg a gyerekek, és plusz az a hozadéka volt, hogy a jurtában nincsenek WC-k, ami azt jelenti, hogy ilyen csoportos WC volt, hogy 5 WC meg 5 tusoló, és akkor minden esti tusolás ilyen nagy haverkodós, barátkozós parti volt, amit nagyon élveztek a kamaszok. Tehát ennek is ki lehetett használni az előnyös oldalait. Igen. Nagy újdonság volt az idén szintén az, hogy két nyelvű tábort szerveztetek. Tehát a tavaly magyar gyerekekkel foglalkoztatok, idén meg úgy alakult, hogy vegyes csoportot vállaltatok. Milyennek sikerült a tábor ilyen szempontból? Hát az az őszintesség, hogy eredetileg szerettünk volna külön magyar turnus, meg román turnus, de sajnos a pénzügyi okok nem engedték meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy legyen vegyes tábor, mert hogy a betegség az nem feltétlenül nézi az etnikumot, illetve egyáltalán, és nagyon figyeltünk arra, tehát mi külön felkészültünk arra, hogy ezt a helyzetet hogyan kezeljük, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült, tehát hogy mi számítottunk bizonyos konfliktusokra, vagy esetleg külön csoportosulásokra, ami így az elején meg is volt, de amiatt, hogy erre előre készültünk és figyeltünk, a gyerekek nagyon jól egyeztek, és akkor voltak a gyerekek közt is úgymond tolmácsok, akik két nyelvű volt, és akkor segítettek egymásnak, egyik magyarázott magyarul, a másik válaszolt románul, tehát hogy kézen közön simán elment, főleg azért, mert voltak tisztán csak magyarul értő önkénteseink például, és akkor voltak csak tisztán románul értő kamaszaink, tehát hogy
igazság szerint mindenkinek két nyelvűnek kellett lenni, és ez így nagyon rendben volt. És akkor sikerült átlépni a nyelvi korlátokat. A programok is közösen zajlottak minden? Igen. És akkor ott volt a tolmács, feltételezem, vagy feltételezem? Hát a tolmácsok maguk az önkéntesek voltak, illetve hogyha volt ilyen gyerek, aki nagyon-nagyon szeretett volna, meg jó is volt amúgy románból, akkor simán fordított a gyerek is. De hogy minden önkéntesünk között ott voltak az erdélyek, és akkor ők egymásnak fordítottak. Minden két nyelven zajlott, és amikor külön kellett magyarázni, akkor persze olyan önkéntes ment a gyerek mellé, aki az anyanyelvét beszélte, vagy tolmácsol. Mesélj egy-egy olyan jelenetet, vagy egy-egy történetet, amely úgy egyértelművé teszi számotokra, hogy ezzel érdemes is kell foglalkozni. Hát őszintén meg kell valljam, hogy mint táborvezető nem vagyok olyan sokat a gyerekekkel, úgyhogy csak itt szájhagyomány útján tudom a kedvenc sztorimat elmesélni, ami arról szólt, hogy ugye minden nap ilyen esti beszélgetéssel végződik, ahol az egy törzshöz tartozó gyerekek, meg önkéntesek megbeszélik a napnak az eseményeit, és akkor volt egy fiúcska, aki így félt a lótól. És második alkalommal, amikor volt lovaglás program, akkor mégiscsak rávette magát, hogy felül a lóra, és ez neki nagy sikerélmény volt, mert volt egy lovas balesete, és akkor ez így nagy fejlődés volt az ő számára. És erre egy másik gyerek, aki így ránézésre iszonyat alacsony, vékonyka, mindig huncutkodik, tehát hogy így azt hinnéd, hogy sose figyel arra, ami történik, azt mondja nagy csendesen, hogy hát akkor egy álom vált valóra. És ez valóban így igen. Egyébként a tábor utolsó napján, vagy utolsó előtti, akkor volt ott a stábunk is, az volt a program, hogy mindenki olyan tevékenységen, olyan foglalkozáson vehetett részt, amilyenen éppen akart. Uh-huh. És akkor gondolom, hogy számotokra is egy visszajelzés volt az, hogy mi az, ami nagyon bejött a sok programból. Igen, tehát van egy napunk, ahol úgymond vannak kedvenc programok, meg választható programok, és akkor a kamaszok ismét elmehetnek azokra a programokra, ahol még egy kicsit csemegéznének, vagy ami a legjobban bejött nekük. És az az igazság, hogy minden program, amit mi úgymond kínáltunk, tele volt, tehát ilyen szempontból nem tudok szelektálni. Viszont így visszajelzés címszó alatt eszembe jutott az, hogy utolsó nap, amikor mentek el a fiataljaink, akkor mennyi sírás-rívás volt. Akár csak a tavaly, erre emlékszem, hogy akkor is ezt meséltétek. Úgy a kamasz fiúk, mint a kamasz lányok, mint a szülők, és néha még a manóink is, ha bár megmondtuk, hogy legalább nektek mosolyognatok illik. Tehát folytatni kell, folytatni gondolom, hogy fogjátok. Annak ellenére, hogy emlékszem, a tavasszal beszéltünk róla, hogy nagyon nehezen jön össze az anyagi kerete ennek a tábornak, az anyagi támogatás, mert ugye a gyerekek ingyen vesznek részt. Így van. Ebben is önkéntesek foglalkoznak velük. Így van. Tehát egy gyereknek a teljes hetes táborozása az 1000 lej, illetve még ehhez hozzájárul idézőjelben egy darab önkéntes, tehát így jön ki a számolás, akinek szintén az ott léte körülbelül ennyibe kerül. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy gyereknek a táborozását biztosítani tudjuk a kellő minőségben és körülmények között, az 2000 lej, ami nem kis pénz. Úgyhogy minden esetre nagyon szépen köszönjük a támogatóinknak, illetve nagyon szépen köszönjük azoknak az ismerőseknek, önkénteseknek, akik hozták a saját fényképezőgépüket a fotóprogramhoz. Tehát, hogy rengeteg ilyen kölcsönadott tárgy volt, akár külsősektől, akik nem is jöttek el a táborba. És hát reméljük, hogy támogatnak, akik eddig támogattak, illetve kerülnek új támogatóink a jövőre nézve. Főleg azért, mert szeretnénk az aktivitásunkat olyan szinten is kiterjeszteni, hogy már most össze szeretnénk önkéntes találkozót, illetve tavasszal szeretnénk ilyen családi találkozót, ahol az eddigi gyerekek és szüleik jöhetnek hozzánk, nem egy hétre, hanem egy napra, esetleg egy hétvégére. Úgyhogy nyugodtan lehet már most a 10 lejeseket küldeni felénk. Ez igen, ezek a komoly tervek, és ezt hol képzeltétek el? Vagy tudjátok már, hogy a jövőre hová tervezitek a tábort? Nem, mivel még nem döntöttük el a létszámot. Tehát ugye most 80-an voltunk önkéntesekkel együtt. És ez fele-fele arány, tehát úgy tudom, hogy 40-41 néhány gyerek van, volt. Így van, 40 gyerek és ugyanannyi önkéntes, így jön ki az a 3-as önkéntes csoport felosztás, amitől jól tud működni a tábor.
Az volna az ideális, hogyha tudnánk ugye a létszámot növelni, ez is ismét pénzfüggvénye, és akkor annak függvényében derül ki, hogy hol fogunk táborozni. Hát mit mondjak, ezen kívül mi az, amit tudtok, hogyha még létszámot nem, de azt, hogy biztosan lesz tábor, és hogy vegyes csoportban lesz, vagy mégis megpróbáljátok külön-külön? Hát azt tudjuk biztosra, hogy igény van rá, a fiataljaink nagyon vissza akarnak jönni, sőt az önkénteseink is nagyon vissza akarnak jönni, ők is nagyon lelkesek voltak, illetve az orvosainktól is már kaptunk pozitív visszajelzést, sőt olyan szülőtől is, aki már másnap írt e-mailt nekünk, hogy nagyon szépen köszöni, mert nagyon jól érezte magát a fia. Úgyhogy hát minden esetre folytatni kell, és azt szeretnénk, hogy bővítsük a létszámot, illetve ezt a két kiegészítő rendezvényt megtartsuk. Hát akkor juppi, következhet a 2013-as tábor. Zsuzsa, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen. És én még hozzáteszem azt, hogy egy hosszabb riportunk is készül a juppi tábor idei rendezvényéről, amelyet a következő hetekben tűzünk műsorra.